Köszöntöm Önöket a Total Car nagy 3-as veterán autó összehasonlító tesztjéről. Nyilván utána számoltak, hogy nem biztos, hogy meg lesz a 3-as, hiszen Citroen kacsa van, Volkswagen bogár van. I'm heading for the patch to do some blackberry picking. I fill my bucket right to the top. It makes my lips go flippity-flop. Renault 4-es. Hát ez még nincs, de elméletileg Karotta lázasan dolgozik azon, hogy kiérjen ide egyel. Menet közben, pont mire elindultam volna, akkor kaptam egy telefonhívást, hogy ajajajajajaj, eltűnt az R4. Eltűnt a szónak abban az értelmében, hogy a megbeszélt lakossági tesztautó egyszerűen nem jelent meg, és nem veszi fel a telefont, és elérhetetlen. És hát először ugye engedtük, hogy eluralkodjon a pánik, ami a normális reakció ilyen helyzetben, hogy mi az ördögöt fogunk csinálni, de aztán úgy döntöttem, hogy a mágikus internetre bízom magunkat, és kiírtam a Facebook oldalamra, hogy nem tud esetleg véletlenül valaki egy másik R4-est. Úgyhogy hát nyilván egy kicsit behatárolja a műsor lehetőségeit felvételi szempontból a nap, tehát hogyha elhagyja lefelé irányban a horizontot, akkor abba kell hagynunk a működést, illetve a kacsát vissza kell származhatnunk Csontinak, aki már eladta. Hát és mi is elhagyjuk a Driving Experience plácát, ahova azért jöttünk ki, mert ha felborulunk, akkor nem lesz nagy baj. Ezzel a két darab háború, második világháború előtt tervezett autóval, ez bennük a közös. Meg a boxermotor, meg a léghűtés, meg még sok minden meg más. A fájdalom. Egyfelől ez az 1930-as években konstrukciósan egy modern autó volt, hiszen a Citroen az első kerékhajtás élharcosaként már akkor már a Traxion Avant már a 30-as évek elején megvolt nekik, és ez is egy első kerékhajtásuként egy nagyon modern autó, de az vele szerintem manapság így a probléma, hogy amikor, hogy szóval, hogy a Citroen piackutatást már 1922-ben végzett, és azt hozta ki a piackutatás, hogy nagyon nagy igény van egy rettenetesen olcsó autóra, és hát abból lett ez. Fémnek fém, azért kell domborítani, mert ez gyakorlatilag egy ilyen csoki papír, tehát ezek merevítik. És akkor hát itt van a legendárium egy további része, a motor, amivel kapcsolatban az az érdekes, hogy az első ilyen motor az 9 lóerős volt össze-vissza, és hát nem nagy sebességre tervezték. Abból is láthatjuk, hogy maga a motor itt van, gyakorlatilag a legelején, tehát ennél előbbre már csak akkor lehetne, hogyha a lökhárító elé hozták hiszen volna. Akkor a Citroen is úgy tudott csinálni első kerekes autót, hogy ne, ugye nem fordították el keresztbe a motort, de még nem jutottak el, és minden hosszában volt, ergo a váltónak kellett a motor mögött lennie. És a legendáriumhoz tartozik, hogy a motor tervezője szétszedett egy BMW boxermotort, egy motorkerékpár boxermotort, amivel kapcsolatban az az érdekes, hogy még néhány éve is a BMW túramotorokra mindig azt mondták, hogy gyenge az a boxer, amiből ez származik, pedig az már 1200 köbcenti, ez meg még mindig csak 600 és 29 lóerő. Itt tudnám szemléltetni igazából az anyagvastagságot, hogy erre ne támaszkodjunk rá, amikor szerelünk, mert ez így nagyon-nagyon vékony lemez. Igazából egy ilyen drága svájci csokoládén komolyabb a csomagolás, mint... Töréstesztje meg volt? Nem láttam. Nem akarom? YouTube, hát semmi, neki mennek vele egy falnak, és az autó így majdnem orra esik és vissza, és az orra összegyűrődik, és nem is biztos, hogy azzal volna a legnagyobb baj, hanem majd mindjárt megmutatjuk, hogy a belseje hogy néz ki. Tehát, hogy az ember gyakorlatilag valamilyen francia konyhaművészeti termék készeleteli. Hú, már megint ez az átkozott majompóz. Ja, hogy ez, várjál, nem, ez igen, így van, hogy kilássak az ablakon, mert ugye kitakarja a komplet szélvédőt, akkor én csatolok most előbb. Nem, aztán most én. Ja. Ja, és persze keretén helyen a duda, igen. De hát ez eddig nem volt meg. Ez dehogy nem. Tehát, hogy ott van a duda. Persze. Akármennyit tudok dudálni. Na. De végül is... Végül is mi? Boxer. Mondjál bármilyen mondatot ebben, ami végül is nekem. Végül is boxermotor hangja van, ezt akartam mondani. Végül is... Azt is mondhatnám, hogy... Ja, hogy a kézik.
és nem fullad le. Tehát még egyszer sem fulladtam le vele, jártányi ereje sincs, de alul a boxermotor valamilyen szinten nyomatékos, és azt akartam mondani az előző mondattal, hogy valamilyen szinten bennünk van a hiba, hogy ekkorára nőttünk. Hiszen ugye a Saint-Tropez-i csendőr sorozatban ott van Louis de Funès, hogyha megnézik az interneten, 1,64 m a magassága, igazából még az AC/DC-ből se lógnak ki. Tehát akkora embereknek ez jó, valóban meg kell el. Mekkora az apáca? Hát magasabb pont, és az apáca eltért? Mondjuk nyitva volt a tető. Állítólag nem lehet felborítani, de nincs kedvem ezt megpróbálni. Szóval kerestem gyorsulási adatot, hogy mennyi a 0-100, sehol sem találtam. Azt az egyetlen adatot találtam meg, hogy az első példányok, a 9 lóerősek, azok egy 0-40-es gyorsulási adat volt hozzájuk, 42 másodperc. Az meg van, hogy széllel szemben valószínűleg ez nem 42, hanem több? Hogy egyrészt széllel szemben több, másrészt idefelé megpróbáltuk egyszer Isten kísértési jelszóval a 0-100-at, de nem láttam még táblázatban ilyen fektetett 8-as, de a végtelen ugyanis egyáltalán nem éri el a 100-as tempót. De ez nem is baj. Mindig át kell gondolnom így a Matrixot, hogy fék, gáz, annyira hülye helyeken vannak a pedálok. Hát és közel is vagyunk egymáshoz, vagy... Az rettenetes, igen, tehát szabályosan nem lehet fogni a kormányt, mert akkor a Pistának ki kell szállni, nekem pedig ki kell nyitnom ezt az oldalablakot, hú, és itt könyökölve, így már, hát nem, mert ez még rossz helyen van, tehát mindenképpen szörnyű. Nem lesz leúszható ablak, mert az nehéz és bonyolult. És ezért ilyen egyszerűen ide csaphatjuk, ahol megtartja egy rugó, vagy így kitámasztjuk, és így tartja meg, vagy így lobogtatja a húzat. Igen, a lobogtatás az működik, menet közben tökéletesen tudja cirkuláltatni a levegőt, ami nagyban elősegíti az, hogy nyitott a teteje is. Na, szerencsétlennek. Ez mennyire komoly ez a merevítő. A kabrió tető az nem extra, ilyenek voltak már az elsők is. A nagyon hosszú tárgyak szállítására például a gerebje, hiszen a fejlesztésnél, hát majd meglátják, ha beülünk, az volt a, tehát ezek a kacsa legendák, hogy két gumicsizmás paraszt beférjen, egy láda tojás ne törjön össze, a úton, ne fogyasszon 3 liternél többet. És tudja a kezdő női sofőr is vezetni. Na! Néhol azért ezek a léc. Az a hallatlanul érdekes, hogy nem gondoltam volna, hogy elférünk, és pedig de. Tehát az egyes Oktáviához képest például, már úgy értem, hogy a 14 évvel ezelőtti Oktáviához képest nem különösebben szűk a helyi pálya. Jó, azt azért tudni kell, hogy ilyen vastagok az ülések. Ugye az első kacsákon, a koraiakon, azonkon két fénypálca lógott innen, amik fogtak egy ilyen karnist, és egy ilyen olajos vászon teknőbe jut az ember. Úgyhogy tök jóval lehet férni. Hát most így, amíg ezt be nem fejezzük, ezt a felvételt, ami remélem, hogy most azonnal bekövetkezik, mert innen kienged valaki, mert én innen például nem tudok kiszállni. Kettes számú státuszriport megcsörrent a telefonkészülékem, és van R4-esünk, nem sokára találkozom vele. Tadám! Ezt nagyon szeretni kell ahhoz, hogy az ember elviselje, mert igazából ez a korszintjén is szerintem kikabolcsó volt, mint jó. Mondjuk azt szerintem a legjobb eufémia ebben a helyzetben, hogy zseniális. Milyen a kacsa? A kacsa egy zseniális autó. Kéne? Nem. Próbálj most meg úgy kanyarod, hogy elérem-e vajon az utat, amikor fordulsz. Mi van? Meg volt? Hozzáértem a földhöz. De kanyarodjál még? Hát...
Nem jó érzés ám ez. Tehát lehet körmöt reszelni kanyarban? Simán. Jézusom Pista, te bátor vagy. Az a baj, hogy a széza is nagyon nagy. Zörök. Az a baj, hogy tudnánk mi ezt hitelesen dicsérni úgy, hogy kijövünk ide egy normális autóval Lacházára, megkapjuk az autót, és istenítjük, hogy oly, de nagyon zseniális, és aztán hazamegyünk, de így, hogy ezzel jöttünk 50 kilométert, mintha megrágtak és kiköptek volna. Tehát nyilván az Ószövetségben vannak erre megfelelő formulák egy-egy nép vagy törzs szenvedéseire, meg a bibliai csapások, a sáskajárás, az egerek, aztán jöttek a szöcskék, tücskök, mindenféle rákcsálók, és aztán a tizedik csapás, az igazi, az a kacsa. De igazából most mi nem bántani akarjuk a mindenkori citroenes közösséget. Az nem, mi őket tiszteljük. Mi őket tiszteljük, a végtelenség, ez egy szerethető dolog, csak nagyon-nagyon kell szeretni. Ne hallgassanak ránk, mi egyszerűen ehhez az autóhoz lehet, hogy túl nagyok vagyunk, és lehet, hogy egy nadrág, az egy tökéletes nadrág, csak ránk nem jön fel. A kormánya nagyon nehéz annak ellenére, hogy a vékony kerekeken forog, a féke az szermódlan. Egyszer tudod, mi lesz az érdekes? Egy ilyet összekóstolni egy Tata Nanóval, ami a 2000-es évek nagyon olcsó autója. El tudom képzelni, hogy ahhoz képest ez nem is annyira szar. Új, de jó lesz kiszállni. Remélem fölvettük a lényeget, és nem kell többet. Soha többé nem kell kacsázni. Legyünk pudingok, hiteltelen autós újságírók, elkényeztetett nyámnyula, ficsúrok. És üljük át egy bogárba. The kissing butt boogie, kissed your baby all the night long. Elég, hogyha ideálunk a bogár mellé. Próbáljuk meg meglökni. Ez... Próbáljuk meg benyomni. Igen. Ez mindenképpen, ez a német acél, German steel. Ez a British steel mintájára. Ez egy nagyon komoly dolognak tűnik, ugye tudjuk, hogy hát nincs mit szépíteni, igazából Adolf Hitler megrendelésére készült annak idején. És sokan azért is szeretik, akik ugye mondjuk egy militári shopba járkálnak, és vesznek egy ilyen rasteresen nyomott korhűnek látszó Rudolfhez képet, azok szeretnek azért egy kicsit titokban azon kélegni, hogy igazából még a Führer tervezte, mert oké, hogy Boulanger, oké, hogy Flaminio Bertoni. Na de hát, ugye? Na de hát azért ugye tudjuk, hogy hát a Führer az a pokolban is Führer, és hát elsősorban ott. De az biztos, hogy anyag az van benne. Ez egy 1971-es, amúgy elől már tekercsrugós 1302-es bogár, amit annak idén azzal reklámoztak, ugye megállt a tekercsrugót, hogy annyi hely lett a csomagtartóban, amit majd mindjárt ki is nyitunk, hogy 4 rekessörrel fér, hát mivel reklámozol a német Netzharisnyával, hát nyilván rekessörrel. Körülbelül 40-42 lóerő, és hát klasszikus forma, most erre nincs mit szépíteni, én belelátom a Porsét. Azért jobb bogarat vezetni, mint kacsát. Kacsát vidám, illetve hát egyfajta olyan szadomazohista élmény. Van benne valami. De hogy már a legeslegelső bogár, tehát a háború utáni első bogár is már sokkal erősebb volt, mint a kifutó szériás kacsák. Igen, hát ez 4 hengeres, ugye ugyanúgy léghűtéses, de farmotoros. Hát én nem tudom, mert nekem ez egy komolyabb autónak tűnik minden ízében, akárhogy is veszik. Ugyanolyan gusztusos tárgy. Tárgynak ugyanolyan. Legalább olyan gusztusos, csak egy kicsit közönségesebb, hiszen ebből 21 millió készült. Míg kapaszkodjanak meg, tudják mennyi készült Citroen kacsából? Mit gondolnak? Nem egészen 4 millió, tehát hogyha még hozzáadjuk a furgonetteket, tehát a haszonjármű változatot, még akkor se jön ki a 6-ból. Ül ki meg? Meg tud lenni? Meg tud lenni. Ez a lenyomós ide, hátra valahol. Aha. De megvan. Aha. Pedig nagyon ki van szopósodva a váltókulissza. De hát... Igen, de a bogár, mikor a belét húzza, az még akkor is a végtagjai viszik. Ez azért egy jelentős életminőségérzés. Mindjárt látunk már belét húzó bogarat. Nézd, ebben én úgy érzem most meg, mint egy Audiba, esküszöm. Pedig a kacsa az egy 1,5 milliós konkrét kacsa volt, ez pedig egy 250 000 forintos konkrét bogár. Igen. És van ilyen, van valami előtted. Jó, van egy brutális benzinszag.
Igen, de az igazából azért van, mert teletankolták. Nem kellett volna. Most az úgy, mintha azt mondaná, hogy Ferdinand Porsche azzal számolt, hogy a németeknek kevés a pénzük, és hiszen állandóan a Hitlerjugend egyenruhák vásárlására költik, és azért sose tankolják tele. Tehát ez azért egy hiba. Én szeretem a bogarat. Mi? Én szeretem a bogarat. Én tavaly vagy tavaly előtt vezettem utoljára a bogarat, és akkor mindig megrohan az élmény, hogy mennyire jó igazából bogarat vezetni. Ezt most azért mondod, mert a kacsából szálltál ki. Igen. De, és? Fel ez egy májusi cserebogár, ebből 16 000 valahány száz darab készült. Májkéfer? Májkéfer, azért hívják májusinak, mert van tetőablak, fűthető a hátsó szélvédő, és volt benne rádió. Május, ugye? Te Pista, na. Nem gyúrtunk a kacsa óta, és válban hogy elférünk? Sokkal jobban, sokkal szélesebb a bódé. Hosszában viszont nem, mert itt van doblemez. Ez van doblemez, tehát a gumicsizmás parasztokra itt nem gondoltak, de... De a válas... No, a kigyúrt teutonokra, azokra igen. Igen. Nem vész. Kijönni a kacsából se tudtam. Figyelj, az az érdekes, hogy ez mondjuk még a 60-as évekig ilyen vállalható helykínálat volt. Szerintem ezzel azért család, egy családok azért elutazgattak. Amíg nem találták fel a gyermekülést. Meg a nagyobb autót. Hölgyeim és uraim, osztozzanak velem a diadalban. Benne ülök a megszerzett Renault 4-esben. Tényleg nincs csodálatosabb dolog, mint az internet. És kíváncsi vagyok, hogy az év szava lesz-e a gépjárműves selfie. De ugye ez egy lezárt terület, meg már a Kiskunházi reptéren vagyunk. És most pillanatokon belül odagördülök ámuló kollégáim tisztelettől kerekre tágult személy elé. El tudom képzelni, hogy egy bogárral közlekednék normálisan hétköznap. Hát én mondjuk nem tudom elképzelni, mert nem szeretem a bogarat, de mindenképpen egy jobb autónak tartom mind a kettő CV-t, ha tetszik, hanem jobban össze van rakva, masszívabb, jobban elférünk benne, hát konkrétan nem ér össze a vállónk, a nagy hátránya, hogy igazából két ajtós. Hát azért ez egy autó, akárhogy is. Igen. Ez egy autó. Az meg egy olyan aranyos kis. Az pedig egy kultusztárgy. Egy ilyen kultusztárgy, igen. 1000%-kal magasabb a használati érték. A franciák zsenik, a németek pedig tudnak autót gyártani. Pedig ez egy lefingottabb állapotú autó, mint a kacsa. Igen, sokkal. Nincs ennyi zörgés. Mégis ezzel mernénk elindulni bárhová. Bárhová nem. Nem is az, hogy mernénk, hanem szeretnénk. Na, itt van már, nézd csak. Igazából egy sportértéke van, hogy végül ideért, csak az a baj, hogy nekünk már fél órája. Gratulálunk, jól csináltad! Mes ami? Az a baj, hogy... Comment ça va? Mes ami? Mes ami? Az Boulanger, az! Az igaz, fél órája el kellett volna mennünk. De ne menjetek el, hát most érkezett meg az összehasonlításhoz a jármű, ami megnyeri. Az lehet, az egyetlen korszerű első kerékhajtású ormotoros termék. Jó, jó, jó. Jó, addig beszélj, és azzal is egyre jobb lesz az anyam. Ne kapkodjátok el, de tényleg. Ez egy hármas autóteszt. Troavoatűr teszt. Ez olyan, mint a Maginóban, ahogy rengeteg csodálatos erőfeszítés, teljesen feleslegesen. Jó volt veled, király, hogy sikerült szerezni R4-est? Az egész magyar internetet tűvétetten felforgattam. Tudjátok, hány doboz csigát kell legyűjtenem és átadnom? És békákat? És büdös sajtot? Egészen eddig a pillanatig azt hittem, hogy igazából nem fognak elmenni. Akkor azt hiszem itt a megfelelő pillanat, hogy elkezdjük három személyes összehasonlító tesztünk győztesének elemzését, az R4-est. Már konstrukciójában is egy lényegesen modernebb termék, mint az a két vacak, ami távozott. Mindenek előtt azért, mert rátekintünk, és azt látjuk, hogy ez tulajdonképpen egy autó, amire jó okos van. Ugye a bogárhátú Volkswagen a 30-as évek szülöttje, bár nagyon-nagyon sokáig készült. A kacsa egy háború utáni konstrukció, de annyira primitív, tényleg az egy esernyő valójában, csak szereltek bele egy motort állítólag.
Ez viszont autónak készült arra, hogy emberek használják. Ezt onnan ismerjük föl, hogy rendes karosszéria borítja, ráadásul autóformája van. Figyelem! Ez a történelem első hatchbackje, vagyis ferdehátulja. Akkoriban azt mondták rá, hogy kombi, de valójában ezt most már ferdehátulnak tekintjük. Lehajtható üléssel meg mindennel. Rückwärts! Remélem megfigyelték, hogy miután azt mondtam rückwärts, csak úgy betettem rückwärtsbe egyből. Szóval nem volt gond a váltóval, aztán szúrtam egy egyest, most gyorsulunk, húzok egy kettest, aztán jöhet egy hármas. Az a helyzet, hogy ez az autó a másik kettőhöz képest egyszerűen annyira igazságtalanul, ordítóan sokkal jobb, hogy az már egy kicsit tisztességtelen is, hogy egyszer emlegetjük őket. De ebben azért az is benne van, hogy egyrészt ugye ezt 92-ben gyártották, másrészt valójában nem az eredeti motorja van benne, hanem már egy 1.4-es KD 60 lóval, ami ugyan szintén egy őskövület saját jogon, de mégiscsak közel kétszer olyan erős, mint eredetileg, ugye ennek 34 lóerős 850 köbcentis alapmotorja volt, amivel meg lehetett vásárolni. Már-már azt mondom, harap. Van rajta értelmezhető fék, elő tárcsák, hátul dobok. Tök jól megálltunk. És lehet vele kanyarodni, bár a kanyargás az ugyanúgy kicsit inkább a jobbra borulunk föl, balra borulunk föl közti váltásnak érződik, mint akkor bármelyik francia autójánál. Cserébe ebben sem törnének össze a tojások. Az egyszerűséget nagyon jól jelzi, hogy a belső kárpit az itt libeg, lobog a szélben, tehát ez valóban egy kárpit lap. És itt ez a bőrszí, ez pedig az úgynevezett ajtóhatároló, tehát ez akadályozza meg, hogy az itteni tomboló szélvihar le tudja tépni az ajtót. Nyitható az ablak ezzel a csúsztatós módszerrel. És az extraista fontos eleme, hogy van például fűtés. Beülök magam mögé. Au! Hát az ajtónyílás az itt is meglehetősen szűkre szabott, viszont ha ezt a praktikus utolagos tároló zsebet nem számítom, akkor azt látjuk, hogy elférek, és a fejem is elfér, tehát ez egy rendes, négy személyes autó csomagtartóval. Sikorgó kerekekkel lehet vele kanyarodni, tökéletes a pedálrend, van benne tér, gyorsul-lassul kanyarodik. A tesztünk tulajdonképpen ezen a ponton eldőlt. Karambolozni azt egyikkel sem érdemes, de amennyiben az ember nem ütközni vásárol autót, hanem közlekedésre, vagy manapság azért, hogy egy kicsit veterános hangulat mellett mégis értelmesen tudjon haladni A pontból B pontba, találkozókra járni, akkor az R4 egy csodálatos választás. Én mindig nagyon szerettem, és nem csak azért, mert egy majdnem megölte a Winklert annak idején. Megmutatom, hogy szállok ki. Na, hol a kilincs? Hol a kilincs? Okos tojások! Ez nem az, itt nincs semmi, ez bizony egyszerűen csak egy kis abrosz, egy papundeklin. Be kell nyúlni ide, ebbe a lukba itt a lemezen, ahol egyébként szintén nem látom kilincset, és vakon el kell hinni és rá kell markolni. Ha! És kinyílt.
Valami, ami úgy néz ki, mint egy muscle car, tehát tökéletes kiállása van, tökéletesen használható, rendesen úgy kell vezetni, mint egy mostani autót, csak egy kicsit talán türelmesebbnek kell lenni vele, és egy fenntartható youngtimer egyszerre, az akkor is nyilvánvalóan megnyerni ezt a mai tesztet, ha nem az lenne a helyzet, hogy mindenki más már elkotródott haza. De mivel ez történt, és egyedül az R4 van itt, és egyedül én, ezért nyilván nem lehet más a konklúzió, mint hogy a mai csoporttesztünk győztese a csodálatos R4-es, és ezzel is köszönnék önöktől, a viszontlátásra, a jövő héten ismét lesz Total Car, tartsanak akkor is velünk! A stábbebédjéről a haverom kifőzdéje gondoskodik.